20 év alatt lényegében háromszorosára nőtt a külföldi munkavállalást vagy végleges letelepedést tervező felnőtt magyarok aránya. Ez derül ki a Tárki legfrissebb kutatásából. A rövid és hosszú távú külföldi munkavállalás szándéka 2010-től sokszorosára nőtt. A felmérés szerint a kivándorolni szándékozók célországai 2013-ban is azok, amelyek korábban voltak. Elsősorban Ausztria, Németország és Nagy-Britannia. Kiugró mértékben a tanulók, azaz a 18 éven felüli diákok több mint fele nem Magyarországon képzeli el közeljövőjét. Sik Endre a vendégünk, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Miért? Mindenre mondja azt, hogy miért, nem, mindenre válaszolja meg a miérteket. Egy pici csökkenés van azok számában és arányában, akik úgy gondolják, hogy elhagynák ezt az országot, de még mindig nagyon magas. Mik a magyarázatok? Ki miért akar elmenni innen? Akkor az első, elsőre megtagadom a miért, tehát nem tudom, mitől csökkent egy icipicit az előző hónapi vizsgálatunkhoz képest, de ez nem is érdekes. A dolog lényege az az, hogy míg a 90-es évek végén, elkezdtük ezt már a 90-es évek elején vizsgálni, de akkor inkább csak kutató érdeklődés volt, akkor ez még nem volt egy igazi ügy. De a már a EU-s csatlakozás előtt elkezdett nőni, a 10% körülre, és 2010 óta stabilan 15-16-19%, vagyis magas, és ott is marad. És a közvéleménykutató énemet megtagadva előrejelzésre is vállalkozom, amennyiben abban biztos vagyok, hogy ez nem fog csökkenni. Most a miértel próbálkozunk meg egy kicsit küzdeni. Na mégiscsak, igen. Két oldalról lehet ezt megmagyarázni. Az egyik az az, és ez közvetlenül arra is magyarázat, hogy mindig a fiatalok körében kiugró magas ennek az értéke. Ez egy természetes jelenség. Az nem volt természetes, és ha visszaemlékszik, volt erről más műsorokban is szó, szerintem még közöttünk is volt szó arról, hogy a magyar kultúra, a magyarok mobilitása milyen alacsony. Igen. Nos, hát akkor most ennek nehezen örülnünk mozdulunk kell, mert hogy nagyon lassan, de beindult legalábbis a nemzetközi migrációhoz az a szükséges nyelvtudás mennyiség, külföldön már megfordultak tapasztalatai, az az önbizalom, ami kell ahhoz, hogy valaki belevágjon egy ilyen nagyon kockázatos, nagyon bizonytalan dolog. Másik oldalra meg ott vannak a kényszerek, amelyek szép nagy mértékben növekedtek, és szintén összeadódtak, és a kényszerek a lehetőségekkel való élés pozitív eleme, a kényszerek negatív elemei hozzák ezt a nagy tehetetlenséget. Mindjárt beszélünk a kényszerekről, de akkor, amikor azt mondtam, hogy mondja nekem miértekre választ, mert én is pont ezen gondolkodtam, hogy ennek most igazából nincs 100%-ban köze ahhoz, hogy mondjuk a jelen gazdasági körülmények miatt, vagy a jelen kormány gazdaságpolitikája miatt az emberek elköltöznek ebből az országból, hanem ez egy folyamat, különösen úgy, hogy tényleg 20 év tapasztalatait és számait nézhetjük. Egész egyszerűen felnőtt már egy generáció, aki nyelveket beszél, nyitottabb, uniós ország vagyunk, hát hogy ne gondolná az ember a távlati terveiben az, hogy hosszabb, rövidebb időre szeretnék külföldön is tapasztalatot szerezni. Egy a kérdés, hogy jöjjön vissza, tehát Ez a lényeg. És akkor mik azok a negatív tényezők, amik még hozzárakodnak? Mert ez a pozitív része, hogy merünk vállalkozni a váltásra. Igen, sajnos, ha itt nem tudjuk lezárni a jelenség magyarázatát, akkor viszont azt kell mondanunk, hogy idézőben van egy természetes mértéke a migrációnak, amit el kell fogadnunk, sőt, amit szerintem aminek örülnünk is kell, de erre rárakódik egy olyan mértékű migráció, amelyik egyfelől egyirányú, márpedig ha egyirányúvá válik, akkor az veszteség az országnak, és nagyon-nagyon sok veszteség az embereknek maguknak. Másfelől, hogyha kényszerből történik a migráció, vagyis ha azt nem lehet megfelelően előkészíteni, hogyha áldozatot kell hozni annak is, aki elmegy, meg különösen annak, aki marad, akkor ezek az áldozatok összességében aztán olyan terhet raknak mindenki vállára, hogy ettől csak rossz lesz mindenkinek, és a közhangulat is rossz lesz. Gondolj meg például, hogy azok, akik kimennek, és tételezzük fel, hogy jó részük sikeres, akkor ebből a sikerességből az következik, hogy hosszabb ideig kint van, és akkor két lehetséges folytatáson adol annak, vagy egy sikeres életszakasz lezárás után hazajön, új tudással, tőkével, egészségesen kapcsolatban. Tud-e itt is ugyanolyan sikeres lenni? Hát egyfelől, másfelől tud-e sikert generálni mások számára? Ez lenne a tökéletes szenárió. Ha ehhez a feltételek nem adottak, akkor ugye nem jön vissza, sőt,
visz magával másokat, vonz, mert a sikeres példája másokat is fog vonzani magának, miközben azok, akik nem tudnak élni ezzel a lehetőséggel, azok folyamatosan azt élik meg, azt a kudarcot élik meg, hogy be vannak zárva, nem tudnak elmenni, ide köti őket a rög, és ez a röghöz kötöttség egy globális világban egyre nagyobb kolonc. Arra vannak számok, hogy hányan gondolják úgy, hogy nem hosszabb, rövidebb időre, hanem véglegesen elhagynák ezt az országot? Vannak, a rövid válasz, hogy ez mindig elenyésző mértékű azokhoz képest, akik rövidebb vagy egy hosszabb ideig kifejezetten munkavállalási célul akarnának menni, és nem is nőtt. Tehát ez ilyen 5-7%. És ebben nyugodtan még hozzá tehetjük, hogy ezek egy jó része inkább a rossz közérzetnek a kifejezésére szolgál, amikor ezt válaszolják, nem egy igazi terv. Tehát ezek inkább álmodozások és negációk. A munkavállalási tervek azok tervek. Azok viszont konkrét tervek. Azok sem válaszolnak, azok sem fognak megvalósulni mind, sőt, de azok a tervek, azok komoly tervek. Legalábbis szeretnék, hogy megvalósuljanak. Köszönöm szépen, hogy itt volt és elmondta mindezt.